Szereted Huey Lewis-t és a News-t? Elmennek. A korai munkájuk kissé túl új hullámos nekem. De mikor megjelent a Sports 83-ban, azt hiszem megtalálták magukat. Üzletileg, meg művészileg is. Az egész albumnak tiszta hangzása van. A tökéletes professzionalizmust tükrözi. Ami tényleg lökést ad a daloknak. Elvis Costellóhoz hasonlítják, de szerintem Huey sokkal keserűbb és cinikusabb nála. Te Halberstam? Igen, Ellen. Miért hevernek szerte szét a Style példányai? Gutyád van talán? Egy kis palatapincsi? Nem, Ellen. Esőkabát van rajtad? Igen, az. 87-ben Huey ezt adta ki. 4. A legtökéletesebb albumuk. Szerintem kétségtelen mestermű a Hip to be Square, ami mindenkit annyira megragad, hogy nem is figyelnek a szövegére. Pedig érdemes! Most nem csak a konformizmus kényelméről és a trendek fontosságáról szól, hanem egyben kiáltvány magáról, az együttesről. Hey, Paul! Most foglalj asztalt a torziában, te büdös, tetves szemétláda! Te mocos szemétláda! És képzeld el, teljesen mesztelen volt, érted? Patrick! Patrick! Te vagy az, Patrick! Nem, Louis, nem én vagyok. Tévedsz. Bemutatom a legjobb barátomat, Patrick Bateman. Hová mész, Pat? Minelve tartunk, Gwendoli napja megveszi. Hol vetted ezt a hálózsákot? Jean-Paul Gaultier cucc.